Gyerek, pörgesd be és egyből lefolyik. Hogy? Így? Igen, csak gyorsabban pörgesd. Ja, what's up boys? Utcsó videó nagy eséllyel közösen. Mármint úgy közösen, hogy mind a négy. Egy ideig. Négyünkkel egy ideig. Kimegy Kínába a kamerásom. Új kamerásokat keresek, lehet jelentkezni. Ami ő volt az egyik contestant hamburgeri, de neki remeg a keze, mint lehet meg tudni. Nézd Geri, ezt valahogy. Balansz. Csak egy ujjal, vagy nem tudom. Egy valahogy. Ujjal, nem tudom. Ujjal. Jó, két ujjal. Unfazed. Ja, most egész jól bírja, de amikor mondjuk így necces szituációkba kerülnénk, mit tudom én mondjuk, ja, olyankor általában. No. Őt nem kamerázásra termesztették, hanem inkább kamera előtt viccesnek. Geri vett magának egy löcsem jollit. Egy kis sneaky shoot megy, mert ránk szóltak, de izé. Most hamburgert fogunk csinálni, darált hús, mit tudom én, mi kell ebbe. Én általában csak veszek egy hamburgert, ha megdanáznak. Szerintem vegyünk disznóból, nem? Legyen a 100% sertés. Mit tudjuk az? Geri, légy szíves, a Mátyásból vigyünk. Biztos, hogy te majd nézd már ki. Olyan, mint egy elcsiszett üdítévé, nem tudom, mint valami tipikus Lidl-es ital. Igen, Geri, please. 15 perc, come on. Ez a legolcsóbb szerintem, tényleg. Bottom of the barrel, még kőbánya alatt online is van. Közben. És egyébként én nem promózom az ilyen sörivászatot, viszont én kihívásban egyszer-egyszer vicces szerintem. És nem is én tudom, hanem Geri, aki amúgy szeret inni viszonylag. Nem ilyet. Nem ilyet, igen, ő finomabbat szeret, de ja. Így hogy fogjuk tudni, hogy ki mennyit fizetett? Lesüdehozom a falatot. Megvan? Jelet? Nem is a miénk! Ezt a nyavajást, ő misszelte, miközben vitte azt a nem tudom hány kilós izéjét. Itt a bíz. Már nem csak én vezetek. Én leszek az oktató és azt mondom, hogy álljál át. Jó, akkor állj be ide orral. Óvatosan le, ne fulladj. Nem fókusz, ne fulladj. Nagyon megalázó vagy. Ne fulladj le, mint... Én már egyébként nagyon várom azt, amikor este, vagy nem tudom valamikor, Geri megküzd a 2 literes Mátyással. Adjad Geri azt az osmányságot, amit Petsz vett. Vett valami nagyon neszti, leárazott dolgot, de ezt csak mondjátok meg. 2 virsli van benne, vagy mi a rák? Van 2 brutális tojás, 2 brutális sonkatekercs, meg van egy adag okádék itt mellett. Én szerintem ez nagyon neszti, a szaga is brutális. Tessék Geri, visszaadom, óvatosan ki ne boruljon, mint az előbb. Sok sikert Milán, tanonc vezető. Én amikor jöttem Gerivel, én úgy voltam, hogy kikerültem itt, és inkább erre mentem, mert ahol most vagyunk, mert erre is egy kicsi pof. Brutálisan nehéz itt kikanyarodni, mert itt 2 irányból jönnek az autók, és én úgy voltam, hogy nagyon én ezt nem izélem, elkanyarodtam és elmentem jobbra, és úgy mentem hozzátok. Biztos vagy benne, hogy ezt be akarod próbálni? Igen. Én elmennék csak jobbra, és mennék a másik úton. Amikor még kezdő az ember és akkor vezet, akkor igazából jó, hogyha az ilyen nehéz dolgoknak elébe teszi magát. Hát, good luck. Azt még vid... Jó, ezt ne tedd bele. Ez nagyon gyenge volt, de muszáj. Ezt videózzuk le, hogyha innét kimegy, akkor megkapja az én respektem. Jó, ezt megvárjuk. Utána. Oké? Okay? One eternity later. Fel a gémet nincs. Nem, még nem indult. Azt hittem lefulladunk. Furcsa hangokat adott ki az autó. Respekt. Ez nehéz kanyar volt. Most csinálunk egy ilyen, tudjátok, van ez a... Itt vannak ezek a kóla, meg szikszú, meg mindenféle. Nem. Ő akar csinálni, megkóstolja a Pepsi, megkóstolja a kólát és a szikszút, és mi teszünk mellé burgert, és hogy összezavarjuk. Na, szóval az itt, az, még bemondom az introm, csak negyedem el lehet, itt mutatogattam az italokat. Na, szóval az lesz a challenge, hogy van Sixo kóla, van Pepsi, és van sima kóla. Ez Pet ötlete volt. Most még nem jött be, mert most fogjuk betenni mind a hármat. Hát szerintem menjen ide a Sixo, nem? Ja, szerintem is. Kóla jó lesz itt, ja. Pepsi is. Ja. Mindjárt hívjuk Petet, és aztán mi is megkóstoljuk, és aki a legtöbbet noobolja, az hivatalosan is egy noob lesz. Mátyásból akartunk tenni, de rájöttem, hogy azt nem. Ez Gerit szabotálta volna.
Jó. Na most tudom, hogy prank. Mert? Sör van benne. Tényleg nem sör van benne. Ez lehet, hogy valami édesüdítővel kevert sör. Vagy valami olyasmi, de ez biztos, hogy alkoholos, ez nem kóla. Jó, ez valamilyen kóla. Na, de melyik? Tehát nyugi, hagyd nekünk is. Jó sok. Szerintem tudni fogja. Ez benne nincs valami? Bizt, Geri, benned bízom. Az utolsóban, az pure. Az semmi. Csak ez a pure. Nem. Ez nem, ez valami alkohol. Nekem az a tippem, hogy ez valami alkohol. Xixo, Pepsi, és nincs itt a koka, nekem ez a tippem. Azért gondolom, hogy ez a Xixo, mert ez olyan, mintha valami citromell lenne még benne. És nem hiszem, hogy a Pepsi vagy a kóla ennyire gyenge. Ez erről no comment. Ez pedig normális ízű, csak annyira édes, hogy ezért inkább Pepsi tippeltem, mint kokát. Vagy nézd meg. Ez mi a rák? Az kóla. Igen. Ez nem kóla. Kiöntöttük. Ez nem kóla, tudom, hogy prankeltem. Kóstolás. Ez olyan, ami szerintem esküszöm, aki szereti a gyümölcsös sört, annak íz lenne, vagy ilyen rádlert, vagy valami. Ez csak sima cukros sör íze. Fú, de szar a sör után. Szar? A sör íze szar. Jöhetsz, Geri. Jöhetsz, Geri. Tudja, a szak segítettek. Juicy. Ez nem tudom, mi volt, ez szar. Őszintén nem vagyok benne biztos, hogy ez ténylegesen Xixo. De hogyha csak kólára hivatkozunk, akkor ezt Xixonak mondanám. Pepsi. És ez mi? Jó, azt mondom. Ez kóla. Beszartam. Mixeljétek meg. Kev, gyere. Szerintem ez egy 0/3 lesz, én azt tippem. Hallod, felszívtam és csak hab jött bele, mert egyből izélődött. Na, no, szar volt. Megkapt ki nyelvbe. Ez biztos, hogy nem ár. Annyi izét kaptam. Hogy se tudjad állni. Nem tudom, amikor először szívtam, azt hittem, hogy sört iszom, de aztán rájöttem, hogy nem, de... Brutál szar. Tip. Kóla. De milyen? Cixo. Pepsi. Solid. Coca-Cola. Jó, tehát Coca, Pepsi, Xixo. Igen. Nézd meg. Biztos? Szerintem nézd meg. Nézd meg. Jó, akkor ez mi volt? Az Coca. Kökéletesen eltelt. Pepsi. Ennek sör íze volt, olyan kula volt, azt hittem, hogy először a sört öntöttetek ebbe a fosba. És akkor egy pont még lehet. Kóla. És én erre kólát mondtam, nem? De mind három. Ez nulla pont. Mit mondtam? Xixo. Akkor nulla pont? Nulla. Én vizet iszom, ne értesz. Nem kotnyeleskedtetek semmit. Emlém, az egyiknek Xixo íze, az egyiknek sör íze van. Kezdem ezzel. Mert én nekem is olyan volt, hogy az egyiket megkóstoltam, és sör ízű volt. Ez tudja, hogy Xixo. Ez tudja, hogy Xixo. Tényleg sör ízű. Ugye? Én mondtam! És nagyon szar. Nagyon-nagyon. Én mondtam! Kóla íze. Undorító. Mondom, elszállt. Jó, igen. Ennek sincs kóla, nem. Az egy... Nem. Még egy perc, meg egy kóla. Az összesnek ugyanolyan íze. Biztos, hogy nem. Kóla mindegyik.
tippek, de, nagyon nem. Nem, de az nem lehet, hogy Szikszó is már kételendes ennyire. Ha... Szóval, igen, a Szikszót az egyből meg fogod érezni, az a legnagyobb kula. Ugye? Igen, az... Ez nagyon szar. Ez is szar, meg ez is. Szerintem azért ez a szar. Nem, azért szar, mert felizélődik a... Hogy nem, csinál. Szerintem egy normális kóla. Jó, és akkor melyik a normális? Ez. Ez egy sima kóla. De ez melyik a sima kóla? Coca-Cola. Xixo. Ez meg valami szar. Majdnem, nem? Megnézheted? Megnézheted? De akkor izé... Ja, álljon nézni. Három kombó. Nagyon butás vagyok. Epers, Eperöntet, meg sör, meg Xixó. Valami. Ebbe sör, meg Xixó. Igen, ennek sör íze volt. Csak fogalmas, hogy ez kombó. Mi volt benne? Az egyikben... Nem tudom, nem tudom. Megkóstoltátok? Meg, az összeset na, megkóstolt. Na milyen? Ez amúgy, erről még tényleg én is elhívném Xixó, mert nagy rész kóla íze van, csak egy pici sör van. Direkt úgy komboztam. Olyan, mint a kakaó lenne, valami Nesti kakaó mix. Ezt meg, én csak egy... Ezeket tele... nagyon hasonlít igaz a Walt Milánnak. És ez, ezt kóstold meg. Ez, olyan eltérést mutatott ebben. Szóval, mint juicy, nem is tudom, micsoda. Igen, hegyét nyújtottam, vagy ízét dugtam bele, és már akkor szar volt. Na, mi enge? Erre mondta azt, hogy egy nagyon rossz gyerekital, vagy nem tudom. Na, megkóstolom. Kicsit vitatigris vibe-ja van ennek. Na, hol vannak a rendes kóla? Na, meg sem merem kóstolni. Elérkeztünk a várva-várt pillanathoz. Nem ajánlom senkinek az ivást, de... Geri, de most... Ha már iszunk, akkor Mátyást iszunk. De Geri most egy brutális kihívást fog betolni. Megegyeztünk egy Mátyásban. Negyed óra alatt. Let's run the timer. Good luck, Geri. Oh, de erős szaga van! Na, milyen? Olyan borostyán illata. Toljatok egy szakteszt. Egy kortyot, egy kortyot. Igen, jó, nem. Szar? Szar. Mert nem szar. Átlagos rossz minőségű. Mele. Melyik rosszabb? Ez olyan bürge. De Geri, örülsz, hogy nem hűtöttük le, nem? Na. Geri, mint a pénz is múlna rajta. Dropra, Geri. Dropra. Böfög. Percet, mert mi... Na. Nagyon büdös, nem? Fú, de... Azt a kurva, de szar. Nagyon büdöseket böfög. Geri, alig fogyott. Nincs egy szem, de nagyon szar. Lehetne olyat csinálni, nagyon jó ötletem van, hogy Gerinek mondjuk kőpapírollózunk, és hogyha én nyerek, akkor neki jumping jacket kell csinálni, de hogyha ő nyer, akkor kiöntünk egy kicsit a sörből, hogy könnyebb legyen. 10 jumping jack, ha én nyerek, és mondjuk, egy decit kiöntünk, hogyha... Négy ütemű. Igen, vagy valami. Biztos, hogy nem. De cserébe kiönthetsz ennyit akár. Geri, pörgess be, és egyből lefolyik. Hogy? Így? Igen, csak gyorsabban pörgj. Basz meg! Mi ez a stratégia? Mi volt ez? Ez nem fel! Mi volt ez a stratégia? Kivételtetek be azt a vetyát! Azt éreztem, hogy az egész cunami kegyen a forrát elé! Ő volt az ötletadó! Mi az az ötletadó? Na menjen, Geri, nem állt le! Igen! Tudom, hogy nagyon fáj! Még egyszer pörgés be, Geri, az a biztos! 1-től 10-ig mennyire jó? Menni fog neki? Én bízom Geriben, pont úgy, mint Vini is. Igen. Inkább 1-től 10-ig mennyire szar. Jó, mennyire szar. Ugyanaz. Eddig illeg rosszabb sör. Eddig nem bíztam benne, hogy most már egész sok... Olyan van, én most már bízom magamban. Sör, miért? Várj, nem az. És adunk neked valami kaját, segítségül. Itt egy alma. Várj, Geri. Igen, Geri, fogy rohamosan az idő. Olyat lehetne csinálni, hogyha... Igen, nagyon lehetne. Egy olyat lehetne... Leszedjem, Geri, hogy jobban lehessen le? De Geri, mondd azért, hogy a Mátyás nem rossz, tehát nyugodtan vehetik a Mátyás. Promózzad. A tipikus részeg szag van, amikor a csövesek pérsz. Mert ez a Mátyás csövesek itala. Lehetne ez a szüzéjük, szponzor, nem tudom. Geri, lehúztad a vécét? Geri, lehúztad a vécét? Nem, pontosan lehúztad a vécét. Lehúztam a vécét. Jó, hol tart?
5 perc. Szerintem kifogott váltam, ez a Mátyás. Van Geri. Geri, most egy pici pihenj. Geri, most egy fél után és egyharmad időd marad. De nem bírok, ennél a kortnál közelebb kell tisztítani. A következőt neki hányja. Nézik lányok is. Te már nem fogod beállni. Szerencsétlen lányok. De Geri, szingli vagy most, nem? Jó. Ezután a videó. De mert a mosott ruháink ebbe menni. Akkor most szépen lassan kortyog, vagy egy kortyog, 5 másodperc pihenünk. Amúgy finom volt ez a sör, akik megkóstolták? Nem. Ha az életed múlna rajta, akkor meg tudnád inni, szerinted? Ja, de akkor úgy csinálnám, hogy innám és vegyem vissza és hánynám az üvegbe. Miért az üvegbe? Mert így innám és jön ebből a hány. Ja, már Geri, utolsó 3,5 perc. Gáz, Geri, szúzz. Megvan még. Nem csak undorító ital kihívásokat, meg nem csak undorító dolgokat iszunk, meg csinálunk, hanem most hamburgert például. Te hogy állsz, Geri? Hamburgeri. Ja. Te hogy állsz a paradicsomvágással? Azt mondta a legnagyobb rabszolgamunka. Na, a legnagyobb rabszolgamunka a hagymapucolás. Mindegy. Paradicsommal meg egész jó. Mert az a baj, hogy szerintem te befogsz. De ott hagyd azt, amikor egy tányért. De a paradicsomra. Igen. Geri, te nem tudom, hogy vágod a paradicsomot, de nézd meg, ezek mind paradicsomos. Van egy ötletem, mit szólsz egy hagymavágó versenyhez, hogy ki tudja felvágni gyorsabban, de óvatosan. Vágtál már fel hagymát? Ja, egyszer-kétszer. Emlékszek, amikor Gerinek csináltunk csirkét? Igen. Annál rosszabb csirkét. Régen, volt egyszer, amikor Gerinek csináltunk ilyen, na nem is Gerinek, hanem mindenkinek főztünk. És beleraktad a köldökszőrödet, vagy mide? Hajaj, így beült a helyre, és így azt de, igen, azt csináltuk, hogy Geri adagjába, azt csináltuk, hogy levágtuk az összes csirkéről az ilyen tüzét, a mócsinkot, és a mócsinkot összesütöttük Gerinek, és még a hajamból is szedtünk vele kettőt, vagy hármat, és aztán Gerinek ne, én nem bírtam ki nevetés nélkül, miközben elkezdte enni. És azt mondom, ez egy kicsit rágos. Miért van egy hajszál a tajában? És mondtuk, jaj, bocsi, Geri, életlet. És aztán igen, az egyik legbiztosabb. Tudod, én csak a fehér részét kaptam. Mert? Várjál. És nem mosott kezet azóta, hogy... De mostam. De az már ugyazás után volt. Mostam. Már rég volt. Fél órája volt, Geri. Dehogy is, 15 perc. Jó. Adja, az nem jó. Jó, 20. Ebből a paradicsomból őszintén nem biztos, hogy szerintem. Neszti! Neszti! Mi neszti? Ez is menjen! De ne! Az a, trash része, azt nem kell. Jó. Mert... Még őszintén az összes trash lett. 3. Dehogy is, tök jó. Azt, amit kérdezi ez. Jó. Kev, szedd le az oldalát! Csumáját, te bolond! Kev, szedd már le! Mi versenyezd meg? Igen, de azt nézd meg! Azt hajnod! Úristen, de szinkert! Ó, de büdös! De szedd le a szélét, Kev! Tudom! Jaj! Nem látod? Ja, tényleg. Hova tegyem azt, amit már meghámoztam? Tedd le vele! Semmit nem csináltál! Jó, kész van! Jaj! Aj, Jézusom, mit csinál, Kev? Nem tudom, de ez brutális, ahogy kinéz. Ez. Na jó, meghámoztam, adjam. Most megkezdem is a cuttingot. Mekkorára vágjam? Hát, ne olyan vastagokra. Jó. Az mondjuk nem. Fair enough. Nem tudom, valaki belearapott volna. Azért, mert én közben már aprítom is. Megerőd, ez egész jó. És kevő? Az legrosszabb a vágás. Hallod, én befogok, Jézus Krisztus! Hallod, ez brutális! Gurav! Ennél rosszabb hagyma vágást, nem még éltem el. Szerintem most csak elpazarol egy kárt. Osztam ide! A tornádót alkalmú. Csépőgép. És valakinek ez megy a burgerébe. Remélem, hogy a ti egyébet kapjátok. Ott van, Gurav. Én megmakulok, Jézus Krisztus! Kész vagyok. Ha én feladom alatt, nekem ez nagyon irritálja a szemem. Hát, akkor adod a Gerinek. Mert nem vágod jól a hagymát, azt csinálod. Rózsi! Rózsi! Nem bírom, bazdmeg, én nem bírom. Úristen! Úristen! Hallod, Geri, ezt mi vágd már fel nekem, Jézus Krisztus. De ezt már nem tudom felvágni, mert Geci, kivágtad a belsejét. Nem, én nem bírom, volt kinyitni nem bírom a szemem. Bazdmeg, nem tudom kivágott már a hagymát, de ez valami kegyetlen. Könnyes a szemem? Mit csinálsz, Geri, ez még tök jó? Nem, én ezt meghámozom és beteszem. Jó van, te bolond. Ellopja a tiédet, Kev. Nem, Kevin adta nekem, hogy én szenvedjek vele, de most már inkább szenvedek ezzel. Inkább... Na, nagyon rosszul csinálta. De ő valami trash-t odaadott neked. Én is azt nézem. Az.
Jobb. Kihozom a legjobbat. Tudom. Zújtéres, ahogy van? Dühös, ahogy na jó. Tegyük a pislog sokat. A munkánkat kombináljuk, jó? És mondhatni, együtt vágtuk a hagymát. A kredit együtt. Nézd meg, ez Kevin, és ez az enyém. Let's give the credit together, jó? Jó, jó, akkor közösen. Együtt szenvedtünk, Geri, együtt szenvedtünk, akkor együtt is kapjunk kreditet, jó? Még úgy is, hogy megittem azt a faszom, egy liter Mátyást jobban csinálom, mint te. Jó, Geri, te otthon sokat szoktál. De ez de ugye tudom, hogy milyen lesz a pattanása. Ne rakjál be. Legszarabb részét adod a hagymára. Geri, hogyha a hagymát vágod. Ez nem jó, ez nem jó, ez nem jó. Ez na, jó. Na, Geri, nagyon rosszul vágtál. Ez az enyém. Igen. És innentől, hogyha húzzám... De miért raktad oda bele az izé, a héját, Geri? Szemét dobom, ez a fagyatékos, azt azért meg tudjuk enni. De ez is rossz, inkább ne dobját semmit. Kritikán alul voltál most. Kritikán felüli. Talán a legrosszabb hagymavágás, amit én... Azokat... Hogy néz már ki, te jó Isten. Várj, szerintem nekem van egy... Oh, ne! Van egy pika az orra van. Amúgy visztek Kevnek, mert itt egész szép szereteket vágott. Yep. Ezeket én vágtam! Nem, ez én nem szép, greedy. Ennek a felét én, esküszöm én is vágtam. Mutatom, hogy mit vágtál te. Abba is van zsír, az is kifog. Ez nem szép gerítő, ez nagyon gonosz gerítő. Amúgy igen, ezt megmutatom én mit vágtam. Kev, nézd ide! Most jön a szemed, mint az öcsédnek. Jó, thanks. All right. Mi ez a story? Close up. Ez szerintem ez undorítóban néz ki, mint bármelyik hamburger úgy, hogy... Na. Mehet már a flip, ugye? Ne, húzzad, mert ketté vágott egy... Jó, mehet a flip, én úgy érzem. All right, boys? Soha nem fogunk enni. Nem. Yeah.